Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Puskás Imre, a Fidesz szóvivője. Szép jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Továbbra is? Továbbra is mi? Szóvivője a Fidesznek. Hogyne, hiszen jól konferált föl. Ez persze egy ilyen beugratós kérdés volt, de gondolom, hogy majd, ha változás van, akkor azt köztársasági elnök úr fogja bejelenteni, illetve majd látjuk, hogy kezet fog önnel is átad valami megbízó levelet. De hát addig éljük be azzal, ami most. Mi várható holnap? Megalakul a parlament azzal az összetétellel, ahogyan a választópolgárok döntöttek. Igen, nagy jelentőségű dolog az, hogy azt hiszem, hogy nemzetközi összehasonlításban is igen különleges dolog, hogy ugyanaz a pártszövetség egymást követő három választáson nem csak egyszerűen megkapja a választópolgárok többségének a bizalmát, hanem kétharmados lehetőséget is kap a parlamentben. Ez egy óriási lehetőség és óriási felelősség, és egyértelműen azt mutatja, hogy a választópolgárok többsége kifejezte azt az akaratát és azt a nézetét, hogy az a politika, ahogy a Magyarországot az Orbán kormány az előző 4 évben, vagy mondták, előző 8 évben vezette, az megfelelő és kívánatos. Ami politikát az elmúlt 4 évben különösen jellemezte, hogy kiállt Magyarország függetlensége, szuverenitása mellett. Ezt számos fórumon meg kellett tenni, először is meg kellett tenni a magyar határon, hiszen tudjuk, hogy milyen nyomás nehezedett Magyarországra az elmúlt 3 évben a migráció következtében. Megvédtük Magyarországot, különösen annak köszönhetően, hogy jó időben azonnal reagált Magyarország erre a kihívásra, és megépítettük a határzárat Magyarország déli határán. Azokat a jogszabálymódosításokat is megtettük, amivel sikerült ezt a fajta fizikai erőt egy jogi rendszerrel is megerősíteni, és minden alkalommal, minden politikai fórumon is kiálltunk Magyarország függetlensége mellett, ha kellett, akkor Brüsszelben, ha kellett az ENSZ-ben, vagy akármilyen fórumokon, és erre most a magyar választópolgárok felhatalmazást adtak, hogy ezt a politikát folytatni kell, és nyilvánvalóan ezekkel a hangsúlyokkal tesszük ezt a következő 4 évben is, mint hogy emellett nagyon fontos, hangsúlyos kérdés a családoknak a támogatása, annak a segítése, hogy akik gyereket szeretnének vállalni, azt nagyobb anyagi terhek nélkül meg is tehessék, és nyilvánvalóan fontosnak tartjuk továbbra is, hogy aki dolgozni akar, az találjon is munkát, és szerencsére ebben most már nagyon jól állunk, hiszen a munkanélküliségi mutató Magyarországon 4% alatti, ilyen értelemben közeledünk ahhoz, amit amikor ezt meghirdette a Fidesz, akkor még egy kicsit mosolyogtató volt, azt mondtuk, hogy 1 millió új munkahelyet kell létrehozni Magyarországon, és most ott tartunk, hogy 750 000 fölött vagyunk az új munkahelyek számát, illetően 2010 után, tehát ez is egy fontos irány. Van azért több millió nyugdíjasunk is, akik korábban arról beszéltünk, hogy majd nyugdíjas szövetkezetekben újból beállhatnak a munkaerőpiacra. Vajon lesz ennek folytatása? Most kipihenték azt. Ez a kezdeményezés megtörtént. Ennek a jogi feltételei megteremtette az országgyűlés. Ezek a nyugdíjas szövetkezetek ezek létrejöttek és létrejöhetnek. Ilyen értelemben az a fajta törekvés, hogy az emberek, hogyha bár nyugdíjba vonultak, és mégis erőt éreznek magukban arra, hogy dolgozzanak, akkor ezt kedvező feltételek mellett megtehessék. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos fejlemény volt, hiszen tudjuk, hogy az emberek szerencsére ma a nyugdíjkorhatárt elérve nagyon sokan kiváló fizikai és szellemi állapotban vannak, és persze nagyon sokan úgy érzik, hogy az a jövedelem, amit még a nyugdíj mellett elérhetnek, arra szükségük is van, akár a saját egzisztenciájuk javítás érdekében, akár éppen a családoknak a támogatás érdekében, hiszen nagyon sok nagyszülő aktívan támogatja a gyerekvállalását, akár anyagilag, vagy ha másképpen nem, akkor segítő családtagként. Oké, de ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a magyar társadalom egy öregedő társadalom.
ahhoz, hogy mindennek megfeleljenek, amiről most beszéltünk, ahhoz egészségesek kell, hogy legyenek. Tervezze az öntudomása szerint a magyar kormány újabb reformokat az egészségügyben, ami megelőzi a betegségeket, a nyugdíjrendszernek az átszabása, hogy biztosabbak legyenek, többet tudjanak vállalni. Ugye most két nagy témát vetett fel, egyik az egészségügy, a másik pedig a nyugdíjrendszer, annak a fenntarthatósága. Az egészségügyben számos intézkedés történt az elmúlt 8 évben, ezek az intézkedések... Mindig nem elegendőek. Az egészségügy az egy olyan ágazat, hogy a világon sehol nem mondhatják azt el, hogy most valami csodálatos állapotban vagyunk, ami után már nincs tennivaló. Magyarország ezért kérdezem, is, hogy milyen tennivalóink Magyarország vannak. Is természetesen egy olyan ország, ahol mindig kell és mindig lehet is tenni annak érdekében, hogy az egészségügy jobb állapotban legyen. Ezért hoztuk ezeket az intézkedéseket, ami egyrészt azt szolgálta, hogy az egészségügyben dolgozók jobb anyagi elismerésben részesüljenek. Ez a folyamatos bérnövekedéssel mutatható ki. Az elmúlt 2 évben különösen nagy mértékben sikerült növelni az egészségügyben dolgozóknak a bérét, tehát ez egy fontos körülmény. Ebben egyébként visszaigazolást nyerhetünk abban is, hogy jóval kevesebben vállalnak már külföldön munkát azok, akik egyébként az egészségügyben dolgoznak Magyarországon, tehát ilyen értelemben lelassult, megállt ez a fajta elvándorlás külföldre az egészségügyi dolgozók részéről, ez egy nagyon fontos körülmény. Másrészről pedig jelenti az egészségügy helyzetét az infrastruktúra, amiben a betegeket el kell látni. Ez a járóbetegellátástól a kórházi ellátásig, ez egy ilyen struktúra. Tudjuk, hogy 100 milliárdokat fordított Magyarországon arra, hogy ezt a struktúrát megújítsuk. Ennek a látható és hát mondhatni azt, hogy élvezhető feltételi előnyei elsősorban még ma vidéken nyilvánulnak meg. Európai Uniós forrásokat ott lehetett jelentős mértékben erre fordítani. A következő kormányzati ciklusban ez ugye már megkezdődött ez a munka, de folytatjuk Budapest és Pest megye vonatkozásában is. Erre egy nagyon komoly programot dolgozott ki a kormány. Ez a fajta egészségügy megújító program elkezdődött és zajlani fog a következő években. Ilyen értelemben az egészségügy az nyilvánvalóan láthatóan egy fontos terület, amelyért eddig is nagyon sokat tett a javításáért a kormány, és ez így lesz jövőben is. A nyugdíjrendszer, igen, ennek több dimenziója van ennek a kérdésnek. Egyrészt azt mondjuk, hogy egy előregedő társadalom a magyar, ezért mi pedig azt mondjuk, hogy nyilvánvalóan gyereket kell vállalni, és ebben a kormány azt tudja megtenni, abban tud segíteni, hogy amikor megkérdezik a fiatalokat a felmérések szerint, akkor ezek a fiatalok kettő vagy annál több gyereket szeretnének vállalni, és aztán a valóságban ez nem mindig így történik. Nyilván sok oka van annak, hogy ez miért nem így történik a valóságban, de a kormány abban tud segíteni, hogy anyagi támogatást adjon, adókedvezményeket adjon, lakhatási feltétel kialakításához adjon kedvezményt. Ez történik ma is a családi adókedvezmény vonatkozásában, a CSOK vonatkozásában, és ezek a kedvezmények és ez a fajta szemlélet, ami arról szól, hogy a családokat, a fiatalokat támogatni kell a gyerekvállalásban, ez erősödni fog a következő 4 évben. Ilyen értelemben arra a kihívásra, hogy előregedő társadalomról beszélünk, amikor magyar társadalom beszélünk, ezt meg kell fordítani. Másrészt pedig a nyugdíjrendszert fenntarthatóak kell megtartani. A magyar nyugdíjrendszer fenntartható. Nemhogy arról nincs szó, hogy ez valamiféle problémákkal küzdene, hanem azt látjuk, hogy az elmúlt években folyamatosan meg tudtuk őrizni a nyugdíjaknak az értékét, a vásárlóerejét, sőt, minimálisan ugyan, de tudtuk emelni ezt az elmúlt évben, ez 3%-os reál növekedést jelentett a nyugdíjak vonatkozásában, és tudtunk adni Erzsébet utalványt, és tudtunk adni nyugdíjprémiumot, tehát hogyha az a kérdés, hogy milyen helyzetben vannak a nyugdíjasok, akkor azt tudjuk mondani, hogy stabil, kiszámítható, biztonságos helyzetben vannak, és még egyfajta növekedés is mutatkozik a nyugdíjban. Bízunk benne, hogy a társadalom gyarapodására sokan nézőink is ugye az ószövetségi utasítást idézettel élni fognak, ami úgy szól, hogy prúveró, sokasodjunk és szaporodjunk és töltsük meg a világot. Ettől hétköznapjaink is egész mások lesznek, hogyha nagy családba élünk és élvezzük a gyerekeinket.
És akkor nézzük a külkapcsolatait ennek a kormánynak, illetve a pártnak, hiszen a pártnak a szóvivője a mai nemzetközi média és a tegnap kora esti órákban megjelenő világhíradók beszámoltak a 13. kerületben, a Szent István Parkban folyó eseményekről, ahol több tízezer magyar zsidó és nem zsidó együtt ünnepelt. 35 fát ültettek el, ott voltak a kormányképviselői. Izrael 70. születésnapját ünnepelték, és nagyon érdekes volt, ugye itt van az izraeli nagykövet, aki nem éppen ugyan szívem csücske, de egy olyan ragyogó beszédet mondott, amiben azt mondta, hogy lehet, hogy Európa országai egyre távolodnak a Közel-Kelet problémáitól, nem úgy Magyarország és a V4-ek, sőt azt is említette, hogy hamarosan a miniszterelnök izraeli közel-keleti látogatásra indul. Hogy értékeli ezt? Rendhagyó volt. Rendhagyó volt, hogy végre pozitívan számoltak be rólunk. Én azt gondolom, mi a nézőknek a nap folyamán erről egy összeállítást is fogunk adni. Azért meglepetésnek ezt nem tekinthetjük már, hiszen amikor az elmúlt évben itt járt... Meglepetés az, hogy a nemzetközi média milyen pozitívan számolt erről be. Az valóban meglepetés, a Magyarországgal kapcsolatban ez nem mindig így történik, de az, hogy Izrael és Magyarország között jó a viszony, ezt tudjuk, hiszen amikor itt járt az izraeli miniszterelnök, akkor is ez egyértelmű volt, és a nyilatkozatokból is mindenki számára világossá vált, vagy éppen idéznék egy szintén nem olyan régi nyilatkozatot a magyar miniszterelnöknek a pénteki rádió interjúját, amelyben kiemelte azt, hogy milyen célok fontosak Magyarország számára, és mi az, amit el akar kerülni Magyarország, és többek között itt azt említette, hogy Magyarország nem akar egy olyan helyzetbe kerülni, ahol felerősödhet az antiszemitizmus, mert hogy látjuk, hogy Nyugat-Európában többek között, és nagyobb részben a migráció következtében ez a folyamat bizony felerősödött, és számos nagyon-nagyon rossz példáját látjuk annak, hogy milyen helyzet alakulhat ki annak következtében, hogyha bizonyos értelemben a közel-keleti konfliktust ide hozzuk Nyugat-Európába vagy az Európai Unióba. Tehát valóban Magyarország ilyen szempontból is egyértelmű, hogy egy olyan helyzetben van, amelyben például az antiszemitizmusnak is útját kívánja állni, és amikor a migrációval kapcsolatban azt mondjuk, hogy nem engedünk be Magyarországra migránsokat, és nem leszünk bevándorló ország, akkor ezzel egyértelmű többek között azt is szolgáljuk, amiről most ön beszélt. Feltételezem, hogy ez továbbra sem jelenti azt, hogy rászorultakat, úgy mint korábban a nemzetközi egyezményeknek megfelelően ne engednénk be. Magyarország mindig betartotta a nemzetközi egyezményeket, és az jövőben is így lesz. Vajon az Európai Uniós ide vonatkozó rendelkezéseket, illetve megszavazott döntéseket is sikerül-e majd betartanunk, vagy változatlanul ellene fogunk állni? Magyarország minden alkalommal, amikor az Európai Unió döntéshozatali eljárása zajlik, akkor nemzeti érdekeket tekint, és a nemzeti érdekeket képviseli. Ez így volt eddig is, és jövőben is így lesz, és minden eszközt meg fogunk ragadni, és egyébként eszközeink vannak természetesen, hiszen az Európai Uniónak a döntéshozatai eljárása az a tagállamok számára komoly beleszólási lehetőséget biztosít. A legfontosabb kérdésekben együtt szavazás, tehát egyhangú szavazás szükséges, ezért Magyarország minden olyan döntést képes megállítani, amely számára elfogadhatatlan, és ez egészen biztos, hogy így lesz. Önt megelőzően itt volt Niedermüller Péter, a DK európai képviselője, akitől azt kérdeztem, hogy vajon az osztrákok ellen is a 7-es cikket fogják alkalmazni, mert nem azonos módon kezelik, diszkriminációt alkalmaznak a magyar munkavállalók gyerekeivel szemben, mint a sajátjukkal. Ez egy kötelezettségszegési eljárás lehet. Azt gondoljuk, hogy ez, hogyha az osztrákok nem változtatnak ez a nézetükön, akkor ebből ez lesz. Magyarán az Európai Uniónak kötelessége lesz Ausztriával szemben eljárni, de egyébként egy kötelezettségszegési eljárás az nem egy olyan különös dolog. Az EU valamennyi országával szemben zajlottak ilyen eljárások. Egyszerűen arról van szó, hogy amikor valaki éppen szembe megy valamilyen EU-s rendelkezéssel, akkor ilyenkor megintik, hogy térjen a helyes útra. Ausztriával kapcsolatban bízunk benne, hogy ez így lesz, hiszen egyértelmű, hogy a munka
magyar munkavállalókkal kapcsolatban ez egy diszkriminatív intézkedés volna. Ezért Magyarország ezt már időben jelezte egyébként Ausztria számára, hogy ezzel nem ért egyet, és azt is jeleztük, hogy bízunk benne, hogy az Európai Unió, mint ahogy más tagokkal szemben, amikor szembe megy EU-s eljárásokkal és elvárásokkal, akkor ez egyfajta intéssel él. Ez megtörténik ebben az esetben Ausztria vonatkozásában is. Visszatér az a helyzet, amikor a magyar munkavállalók megkapják azokat a juttatásokat, amit egyébként egy osztrák. Még legalább ezer kérdésem lenne, de sajnos 8 óra van, és ha 8 óra van, akkor jön a független híradónk. Tehát legközelebb itt folytatjuk. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Következik a híradó, és aztán jövünk vissza, tartsanak velünk.